A hegyvidéken, a fővárosi kerületekkel összehasonlítva nagyon kevés kóborkutyával találkozhatnak az itt élők. Ám néha előfordul, hogy otthonról megszökött ebek, vagy a szomszédos kerületekből, esetleg erdős területekről betévedő kóborkutyák a lakott területen is előfordulnak. A kóborállatok befogása, illetve azok felügyelete egyébként a fővárosi önkormányzat feladata, és ennek értelmében a hegyvidéki önkormányzat is megállapodott a fővárosi közterület felügyelethez tartozó állatvédelmi őrséggel, hogy az előforduló kóbor ebeket ők gyűjtsék be az Illatosúti ebrendészeti telepükre. Ott nyilván egy egészségügyi vizsgálat után 15 napig, annak reményében, hogy az állat tulajdonosa megtalálja, értem, egy felveszi velük a kapcsolatot, vagy pedig ők a csip alapján be tudják azonosítani, és ők maguk keresik meg a leadott telefonszám alapján a gazdát. Megtörténik szerencsésebb esetben ennek az állatnak, a gazdának történő kiadása. Amennyiben ez nem sikerül, akkor természetesen gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint minél előbb örökbe adható legyen ez az állat, azaz 15 nap után bárkinek kiadható. Az Illatosúti telephelyen őrzött, illetve örökbeadható állatok fotója több felületen is megjelenik, és az adatlapokon minden fontos információt közölnek az állatokról. A 12. kerületben befogott kutyák fotóit a hegyvidék közösségi felületein is megjelentetik, abban a reményben, hogy az itt élők közül örökbefogadja őket valaki, aki a korábbiakhoz hasonló körülményeket tud biztosítani az állat számára. A gyors örökbefogadásra azért is szükség van, mert az Illatosúti telephely annyira túlzsúfolt, hogy már egy kisebb kóborló falkát sem tudnak elhelyezni. Tudni kell, hogy nincs már altatás, tehát se az Illatosúton, se a többi szervezetnél ez a nem egészségügyi okokon alapuló, hanem kvázi financiális altatás már nem bevett gyakorlat, ezeket megpróbálják kikerülni, de ehhez mindenképpen a lakosságnak az együttműködése kell. Tehát az, hogy valaki megunja az állatát és be szeretné rakni, ez csak úgy működik, hogyha ezekről az állatokról, akik örökbefogadhatóak, azokról valaki gondoskodik. Tehát az a cél minden szervezetnek, hogy minél előbb visszakerüljenek egy gondozó családhoz. Ennek érdekében a hegyvidéki önkormányzat, illetve a hatósági iroda nem csak az állatvédelmi őrséggel működik együtt, hanem több állatmentő civil szervezettel, illetve menhelyekkel is kapcsolatban vannak. Ezzel együtt a fővárosi ebrendészeti telep fenntartásába is be kell szállnia a kerületnek. Általányt kell fizetnünk, ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi állatot fogunk be, őnek gondoskodniuk kell erről, mivel ez egy kötelező feladat, erre vonatkozóan nem tudnánk kikerülni. Ez tulajdonképpen nemrég jogszabálymódosítással egyértelműen szabályozásra került. Eddig csak arról volt szó, hogy 15 napig kell tartani, de most már a financiális részét is a kerületekre, illetőleg a településekre hárították. A hatósági iroda vezetőjétől megtudtuk, hogy a hegyvidéken az elmúlt 1-2 évben egy bejelentés sem érkezett kóborkutyákról. Ennek ellenére nagyon fontos, hogy minden gazdi minden oltás alkalmával aktualizálja az adatait, hogy a kutya elkóborlása esetén gyorsan visszakaphassa a kedvencét.